Egyrészt én azon ellenzéki képviselők közé tartozom, illetve az egyetlen Debrecenben, aki támogatja az akkumulátorgyárat. Ennek a, az alapját az képviselő, hogy kettő éve jártam Berentén. Ez az a település az, amelyiknek a közigazgatási területén a borsotken fekszik és működik, és nem tudom, hogy tudod-e, hogy Berente az ország leggazdagabb települése. Én úgy vallom, hogy egy politikusnak kutyakötelessége kötelessége távlatokból vizsgálni bizonyos beruházásokat, megnézni azt, hogy mi ennek a haszna az ott élők részére. Nem vitatja senki, hogy ez egy veszélyes üzem. Viszont azok a technológiák, amiket alkalmaznak, azok megfelelő biztonságot biztosítanak az embereknek, ráadásul az ott élőknek munkát biztosítanak, a magyar munkaerő Ázsióját felemeli, nem csak itt hol, hanem az Európai Unióban is. Természetesen vannak elvárásaink, ilyen például a szakszervezetiség, az 1000 eurós minimálbér, a megfelelő és tisztességes munkakörülmények biztosítása,